Fiola Attila, a magyar válogatott és a Videoton oszlopos tagja, Böde Dániel mellett ő az a paksi, pontosabban dunakömlődi származású játékos, aki már most komoly, későbbi egzisztenciáját megalapozó hazai futballista karrier tudhat maga mögött. A paks ellen játszani, különösen itt, az Atomvárosban, neki sem egyszerű, de most legutóbb a 4-0-ás vidi győzelem is jelezte, sima ügy volt ez a meccs, saját maga és csapata számára is. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, itt mindig megszenved minden csapat. Hál' Isten, az első fél időben sikerült már eldönteni a mérkőzést, a második fél időben focizgattunk, rájöttünk az eredményre, sikerült rárugni egy gólt, úgyhogy a vége nagyon sima lett. Részese volt egyébként a magyar válogatott 2016-os kitűnő EB szereplésének, és már ott volt az ezt kiharcoló csapatban is. Klubszinten legnagyobb sikere a magyar bajnoki cím mellett a tavalyi Európa kupában a francia Bordeaux elbúcsúztatása a selejtezőben. Ám most ezt is túlszárnyalhatja, ha a Videoton esetleg tovább jut az Európa Liga csoportköréből, amire a PAOK Szalonimki elleni idegenbeli legyőzése után megvan minden esélye. Már is itt a magyarországi visszavágó, egyébként a Stamford Bridge-en a Chelsea elleni meccs, a csak 1-0-ás vereség, az ottani helytállás pályafutásának legfrenetikusabb élménye volt. Bordeaux-t azért tavaly kiejtettük, az egy nagyon szép emlék volt, nagyon nagy meccs volt az otthoni. Igen, mondhatni, a Chelsea-en is nagyon jól játszottunk idegenben, majdnem sikerült az egy pontot elhozni. Nem sokan múlt, jó lenne minden héten ilyen meccseken pályára lépni. Maximális erőbedobással kell pályára lépni. Tehát ezek a játékosok a fülükön pörgetik a labdát, úgyhogy ugye Willian, Hazard, Pedro. Közel kapcsolatba kerültél velük, tulajdonképpen van-e valami olyan élményed? Rendkívül jó játékosok, úgyhogy de hál' Isten, nagyon jól álltuk a sarat. Igazából az első negyed órát leszámítva rendben is volt az a mérkőzés, de tényleg nagyszerű érzés ilyen játékosok ellen játszani. Szalonikiben a PAOK ellen mutatott szervezet, remek védekezésen alapuló játék lehet a győzelmi recept idehaza is. Bár offenzívebbnek kell lenni a vidinek a 3 pontért. Ne felejtsük el, hogy a PAOK azért még mindig esélyesebb, mint mi vagyunk. A Chelsea mögött ők a legesélyesebbek a továbbjutásra, de ez a szervezett játék a védekezéssel, amit kimutattunk, úgy gondolom, hogy lehet esélyünk csütörtökön is. A védelem szinte minden posztján játszott már pályafutása során, és otthon is érzi magát mindegyiken. Mást játszik sokszor a klubjában, és mást a válogatottban.